Sziasztok! A mai videóban végre olyan téma, ami a kedvencem. Találhatjátok? Na, találjátok ki. Na! Igen. Parfümök. A mai videóban a top 5 tavaszi parfümet fogom nektek megmutatni. Nagyon-nagyon izgatott vagyok. Tudjátok, hogy mennyire szeretem a parfümöket, és az még izgatottabbá tesz, hogy ti is nagyon szeretitek, amikor parfümökről beszélek, és nekem tényleg ez egy nagyon-nagyon nagy megszállottságom, és egy nagyon nagy szenvedélyem, és amikor valakivel tudok ezekről beszélni, akkor az nagyon-nagyon boldoggá tesz, és mint nem tudom, emlékeztek-e, annól csináltam egy top 5 őszi kedvences parfümös videót, és tényleg nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, amit innen is nagyon köszönök, és úgy gondoltam, hogy ha nem is csináltam téli kedvences videót, téli parfümös kedvences videót, mert lényegében megegyezett volna az őszivel, szinte ugyanazokat a parfümöket tettem volna be a télivel kapcsolatban is, úgyhogy most meg szerintem annyira más lesz a két videó, hogy érdemes elkészíteni, és remélem, hogy tetszeni fog nektek, úgyhogy kezdjük is el. Ugyanúgy, ahogy az előző videónál, így is ugye 5 kedvenc lesz, és amit legelőször fogok megmutatni, ugye az 5. lesz, az lesz az idézőjelben az 5 közül a legkevésbé kedvencem. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem, hanem hogy leírtam, hogy melyiket szerettem a legjobban, azt fogom utoljára megmutatni, és így tovább, hogy első, második, harmadik helyzet, és a negyedik, ötödik az épp, hogy lecsúszott a dobogóról. Úgyhogy nagyon izgatott vagyok, úgyhogy tényleg kezdjük el. Amit még érdemes tudni erről a videóról, hogy akaratlanul egyébként, vagy tényleg így nem szándékosan, de úgy jöttek ki, hogy abszolút pénztárca barát a legtöbb parfüm, amit ma idehoztam. Úgyhogy szerintem nagyon izgatott vagyok. Első egy avonos parfüm, a Perceive Dew, aminek egy nagyon szép kis, nem is tudom, érdekes sokszög formája van. És tekintve, hogy most meg vagyok egy kicsit fázva, még ugyanúgy érzem az illatokat, de próbálok, és igyekszem a legjobbat kihozni magamból. Szóval az első, amit tudni kell róla, hogy ez egy eau de toilette, 50 ml-es, és az avonkatalógusokban lehet beszerezni. A második, hogy abszolút univerzális illat, mert télen egy meleg illattá változik, hogyha az ember esetlegesen magára fújja, nyáron pedig egy olyan illat, ami egy abszolút tiszta, abszolút egyszerű, virágos illat, ami nem azt mondom, hogy rossz, de néha olyan harsány, néha olyan szúrós, és olyan illat, ami az a kicsit többre vágyna az ember, de így kicsit ilyen lapos. Nem tudom, hogy ez így tök értelmetlen, de egy olyan illat, ami erős, de nem az a fajta virágos illat, ami mondjuk azt éreztetné, mint hogyha oda dugnának az orrod alá egy nagy csokor virágot, tele különböző virágokkal. Így elsőnek így megszagolva, így az ember nem tudja megmondani, hogy konkrétan milyen virágillatot érez, tényleg azt, amikor így beleszagol mondjuk egy virágos kertbe, vagy egy virágcsokorba. Amit én nagyon érzek, az a citrusos jegyek, érzek benne egy kis fréziát, és ha jól tudom, akkor szantálfa van benne, plusz amit én utána néztem, mert általában úgy szoktam, hogy megszagolom, és akkor így próbálok asszociálni valamire, de legtöbbször eltalálom az illatjegyeket, de valamikor nem. Én érzek ebbe egy kis férfias jegyeket, nagyon, hát ennek az a története, hogy én annól, amikor ezt én megvettem, akkor egyszerűen odáig még vissza voltam a Givenchy-nek a Pure Homme férfi illatáért, és ha megéreztem egy hímnemű egyeden, én szét voltam estve, mert annyira jó illata van, és amikor ez kijött, nem tudom, 1-2 éve, 3, akkor megszagoltam a
az újságban is annyira kellemes illata volt, és nem 100%-osan hasonlít rá, de van benne valami. Úgyhogy én egy kis borsot éreztem bele, vagy benne, de nincs benne állítólag. Meg egy kis kicsit, mint a füstös lenne. Szóval, hogyha valamire kéne így gondolni, és általában én így szoktam parfümöknél, hogy így hát gondolom, hogy mit ébreszt bennem. És így elképzeltem, hogy oké, ez egy tavaszi illat. A tavaszhoz a virágokat, napsütést és ilyeneket szokták képzelni. És én kicsit tovább gondoltam, és nekem erről a parfüm az jut eszembe, mikor az ember már nagyon-nagyon vágyik a melegebb, naposabb időre, és megérkezik, de már az az idő, amikor a nap nem csak süt, hanem már van egy kis melege, szóval melegít is a nap, nem az csak, hogy süt, de nem érzünk semmit, hanem van egy kis ad egy kis melegséget, és az kezd melegíteni. Valamint, amikor, mint így egybe, hogy ez az első napocska, amikor már az melegít, meg ilyenek, plusz, mikor kiterigetünk, és az a sok tiszta, öblítős ruha keveredik az alapból a kertben lévő virágokkal, és ezzel a tiszta levegővel, tiszta meleg levegővel. Én erre tudnám hasonlítani. És amit mondtam, hogy érzek egy kis füstösséget, ezt én úgy érzem, mint hogyha nem olyan füst, mint a dohányfüst, hanem ilyen kis poros dolognak érzem, amit nem nagyon tudok elmagyarázni, de a lényeg, hogy szeretem. Tartós is, olcsó is, nagyjából 3-4000 forint körül van az 50 millis, és tényleg, akik szeretik az ilyen frissebb illatokat, amiket így magukra fújnak, és nagyjából nem változik annyira a csomagolásban és magunkon az illat, de azért lehet vele ezzel is azért valamit játszadozni. Úgyhogy Perceived You, virágos kis tavaszi illat. A negyedik, amiről megpróbálok kevesebbet beszélni, mert most, hogy megnéztem a kameránál, már most tartok vagy 20 percnél, és még csak egy parfümet mutattam meg, úgyhogy belehúzok. Ez a Lanvin-nek a Marry Me illata, ami egy az egyben egy nagyon édes, kifejezetten meleg időre ajánlott illat, mert attól függetlenül, hogy édes, nem az a bántóan és nagyon hányingerkeltően édes melegebb időkben. Érdekes, hogy én a gyümölcsöket érzem ki belőle, a barackot és a mandarint, de abszolút a virágok dominálnak benne, a rózsa, a frézia, a jázmin, ha jól tudom, akkor egy orchidea is van benne. Én magamon is, és az üvegben is ezt a barackos, narancsos, gyümölcsösen édes illatot érzem, ami egyébként nagyon egyszerű. És nem annyira szeretem ezeket a fajta illatokat, amik ilyen kis egyszerűek. Szeretem a bonyolultabb illatokat, lásd, Chopard, Bulgari, Omnia, meg mit tudom én. De valamiért mégis szeretem őket. Vannak olyan napok, amikor az ember egyszerűen nincs energiája, nincs kapacitása arra, hogy játszadozzon egy illattal, vagy hozzá alakítsa a hangulatát, meg a viselkedését. Egyszerűen vannak ilyen napok, és ezekre mondjuk tökéletesek, mert az ember 2-3-at fúj magára, tök mindegy, hogy viselkedik a nap folyamán, ha jó a kedve, ha rossz a kedve, ha nőiesen, ha sportosan öltözik, egyszerűen mindegyikhez fog illeni. Mikor magamra fújom, akkor tényleg egy ilyen édes kés illata van, ilyen tavasziasan édes, gyümölcsös. Én tényleg a barackot nagyon kiérzem benne, inkább nem az őszi barackot, hanem melyik az a másik barack, az a sárga barack, igen, ami nagyon kiérződik belőle, és alapból, ha télen fújtam magamra, akkor nem volt tartós. Most így a 15-20 fokokban már 2-3-at magamra fújok, és azért már a nap végén is valamikor engem is megcsap az illata. Úgyhogy olyanoknak, akik nagyon szeretik ezeket a gyümölcsös és nem túl bonyolult illatokat, azoknak nagyon tudom őt is ajánlani.
A harmadik kedvencem, azt karácsonyra kaptam, és elég érdekes, mert én eddig egy téli és téli illatnak definiáltam, pedig tudtam, hogy ez az a parfüm, amit a legtöbb nő hord egyébként, és abszolút tavaszi-nyári illatnak van besorolva. Én nagyon-nagyon szerettem télen használni, és van az a problémája, hogy azt mondják, hogy nem tartós, és én ezzel elkezdtem vitatkozni, mert ugye amikor én télen használtam, akkor baromi tartós volt, fölkeltem, vagy fölfújtam reggel, este is éreztem, sőt másnap a ruháimon is éreztem, kabátomon napokig. És most, hogy beköszöntött az ilyen 15-20 fok, azért látok benne valami igazságot, mert most már ebben a melegebb időben már nem annyira tartós. Ez pedig a Versace-nak a Bright Crystal illata, ami egy nagyon abban a szempontból érdekes illat, hogy semmilyen. És van, nem sűrűn, de van, amikor nekem ez kell, amikor annyira semmihez nincs kedvem, annyira leszedált vagyok, jó, ez lehet, hogy nem a legjobb szó, de annyira nem érdekel semmi, de mégis azt a tiszta, azt a szofisztikált, azt a nőies illatot azért vágyok arra, hogy amikor rossz kedvem van, akkor is illatozzak, és egyszerűen ebben annyira semmi nincs, ami úgy nagyon megragadná az embert. Azt mondanám, hogy azért nem tartja az ember tartósnak, és nem érzi tartósnak, mert annyira hozzászokik az ember orra, és annyira semmilyennek ítéli. Nem az a, ha valami édes, akkor érzi az orr, hogy édes valami. Ezt meg így az ember megszokja, és én semmilyennek érzem. És ez nem jelenti azt, hogy nem szeretem, mert nem került volna be, és nem lenne benne a top 3-ban. Egy olyan parfüm, amivel ha akarnék, se tudnék játszadozni, mert mindig ugyanazt az illatot kapom, és tényleg egy nagyon, nagyon kellemes illat, szóval most nem tudom, hogy fogok ebből kijönni. Szeretem ezt az illatot, de nem az, ami mondjuk meghatározna, nem az, amit mondjuk fejvesztve rohannék, hogy újra vásároljam. Nagyon csak szinte virágos jegyek vannak. Összetevőiben én éreztem benne a gránátalmát és a bazsarózsát, abszolút semmi mást ezen kívül, és még van benne lótusz, meg fás jegyek, ámbra, pézsma, ez ugye az alapillatban vannak. Amúgy meg tényleg egy szintén is egy egyszerű illat, és úgy vettem észre, hogy az ilyen frissebb, virágosabb illatok, virágos gyümölcsebb illatokat, illatokból nem csinálnak olyan hűn, de bonyolult, meg ilyen-olyan parfümöket, hanem az egyszerűre törekednek a parfümgyártók, és lehet, hogy így van jól, ne is kísérletezzenek ilyen nagyon bonyolult parfümökkel, amit utána senki nem fog tudni hordani. Egyébként elég drága, mert a 30 milli került 8000 forint körül, úgyhogy iparfümérián, mint ahogy tudjátok, hogy nagy kedvencem az a webáruház, ott azt hiszem a 90 milliset meg tudjátok 10.000 forintért vásárolni, hogyha szeretnétek. Egyébként, mint mondtam, tényleg rengeteg csaj nagy kedvence ez a parfüm. A második kedvenc parfümömről sajnos nem tudok sok mindent mondani, ugyanis a nevében is benne van, hogy milyen illata van. Ez pedig a Zarának a White Jasmine illata, ami már nagyon kevés van benne, nagyon kevés, és már nem lehet kapni, és nagyon aranyosak vagytok, hogy írjátok, hogy nézze meg OLX-en, meg Vaterán, meg mit tudom én, de olyan parfümet meg nem szeretnék venni, amit már mondjuk 3 éve ott áll valakinek a polcán, és úgy akarja eladni, mert annak más lesz az illata, vagy épp az, hogy semmi illata nem lesz tartós, stb. Úgyhogy olyat nem merek vásárolni, úgyhogy inkább beletörődök a ténybe, hogy nem tudom újra beszerezni ezt a jó kis parfümöt, ami egyébként számomra a tökéletes tavaszi parfüm lenne, de csak egy parfüm azért megelőzte, és majd látni fogjátok, hogy mi lesz számomra az első kedvenc. Eau de Toilette tartós, nagyon tartós, extra jázmi illata van, szóval ez egy olyan illat, amit
mindenki hordhat, senki, vagy mit tudom, mindenki szinte ugyanolyan illata lesz, nem kell vele játszadozni, nem kell vele olyan nagyon sokat foglalkozni, hogy most ja, ide fújok, meg ide fújok, és akkor ez majd átalakul, és akkor ez majd ilyen lesz a nap végére. Nem. Ezt fölfújod mondjuk reggel 9 órakor, azt megszagolod, hogy milyen illata van, és megszagolod este 5 órakor, ugyanaz az illat lesz. Úgyhogy nem is tudom, nem is lehet annyira fejillatot, meg alapillatot megkülönböztetni szerintem, mert szinte ugyanaz lesz a nap folyamán, nem nagyon változik. Szintén egy nagyon jó árfekvésben lévő parfümről van szó, vagyis volt szó, mert ugye már nem lehet kapni. Az arab parfümök körül csak erről tudok beszélni, hogy ez tartós volt, és 3000 forintba került a 30 milli, vagy 4, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy nagyon-nagyon megérte, és tényleg nagyon fáj, tényleg fáj, hogy nem lehet már kapni. És ami megnyerte az első helyet, és nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy a zarás vagy ez kerüljön az első helyre, de végül is ez került. Ami a Sarah Jessica Parkernek a New York City parfüme, ami basszus, nem hiszem el, hogy az összes olyan parfüm, amit én szeretek, az megszűnik. Így van a bulgári Omniával, a zarással, meg nem is tudom melyikkel, de egyszerűen megszűnnek. Ezt már az iparfümérián lehetett kapni egy időben, most már azt is ilyen megfigyelési listára kell tenni, mert már nem lehet kapni. Rossmanokban is láttam annó, már most sem, most már nem látom, úgyhogy nagyon-nagyon mérges ezek, hogyha már abszolút nem lehet kapni, mert tényleg egy nagyon-nagyon kedvenc illatom. Említettem, hogy ez a Sarah Jessica Parker New York City? Ha nem, akkor most megint említem, vagy ha említettem, akkor most megint említem. Sajnos nekem a 15 millis kiszerelésben van most meg, én ezt Rossmanból kaptam, tavaly előtt karácsonyra kaptam tesómtól. És ez is egy olyan illat, hogy télen tartósabb, mint nyáron, meg tavasszal, de szinte a két időben, mármint hogy két évszakban ugyanaz az illat az emberen, nyáron is, meg tavasztal is, melegebb időkben is ugyanazt az illatot fogja adni, mikor magamra fújom, meg télen is. Nagyon az a baj, hogy ezekben az illatokban én mindig a gyümölcsöket érzem ki, pedig ebben is van rózsa, magnólia, van bennem mondjuk, ebben is barack is van, meg mandarin, úgyhogy amit még megnéztem, és éreztem benne, hogy valami pluszt éreztem benne, ilyen alkoholos dolgot, és eltaláltam, mert azt hiszem rum van benne, és számomra abszolút a fehér rum illatát idézim, amit hogy éreztem benne, és oldotóan lett ez is. Nagyon, szerintem az öt közül, mármint ugye a már többi négy közül, ez hogy mondjam, szóval a többi négy plusz ez, vagy akkor mindegy, számolom úgy, hogy az öt közül, amit idehoztam, ez az, ami a legnőjesebb, a legbájosabb, a legszexibb illat. Van benne egy kis vanília, és meg eper, igen, ezek, amik még benne vannak, és egyszerűen imádom, annyira jó, hogy nagyon-nagyon jó illata van, és egyszerűen maga az illat kárpótol azért, hogy nem tartós, mert főleg, hogy ilyen kis kiszerelésben van meg, amit azt hiszem utána is fogok tudni tölteni. Kárpótol azért, hogy nem annyira tartós. Nem azt mondom, hogy magamra fújom, és 2 óra hosszú múlva már nem érződik, hanem nem az, ami így körülöl el, és van egy hatósugara. Nagyjából. Szóval nem ez a fajta, nem egy sopárt. Mondjuk ezzel szoktam példálózni mostanában, hogy sopárt, meg egy, mit tudom, egy másik parfüm. Úgyhogy hatalmas kedvencem, és ezt, ha egyet kellene ajánlanom bárkinek, ez lenne az. Mert ez a tökéletes tavaszi parfüm. Ez az. És ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett, és nem voltam megint olyan nagyon gyors, pedig igyekeztem, mert az első parfümről beszéltem körülbelül
20 percet, és utána egy kicsit begyorsítottam, mert mondom, ez így nem mehet tovább, nem lehet, hogy 60 perces legyen egy videó. Úgyhogy ennyi lettem volna mára, remélem, hogy tetszett ez a videó. Tényleg, nagyon remélem, hogy tetszett ez a videó. Hogyha így van, akkor lájkoljátok, kérlek, mert nagyon sokat jelentene nekem. És igen, ennyi lettem volna mára. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!